Az év első szeminárium a biometrikus azonosítás témáról fog szólni. Nem tudom, hogy ki az, akinek idegen ez a kifejezés, vagy nem ismeri egyáltalán. Nem olyan. Nincs. Jó. Arra látjuk, mennyi újdonságot fogok tudni majd mondani. Azt tudjuk, hogy manapság elég sok azonosítási módszert használunk. Igazából a három legalapvető módszer, tudás alapú, a birtoklás alapú és a biometrikus azonosítás. Mindegyiknek megvan az előnye és a hátránya. Igazából az adott feladathoz mérten tudjuk majd a legmegfelelőbb azonosítási módszert kiválasztani, kinek melyik, ami jobban szimpatikus. Igazából a legjobb megoldás talán a három módszernek a kombinálásából eredhet majd. Tudás alapú azonosítás egy olyan információn alapul, amit az azonosítási folyamat során ellenőrizni tudunk, mint látjuk ilyen a PIN kód, a jelszó, akár egy jelmondat. Ezek alapvetően nem túl biztonságos az esetek többségében. Igazából, ha bárki megtudja a jelszavunkat, vagy a PIN kódunkat, onnantól kezdve az illetéktelen hozzáférés másodpercek alatt megtörténhet. Mégis ezt használjuk igazából a legtöbb esetben, lévén, hogy nagyon egyszerű, mindenki képes rá, és hát alapvetően ez a legolcsóbb módszer. Úgyhogy ez a legelterjedtebb talán a jelenlegi állapotokban. Illetve emellett még a birtoklás alapú, ami pedig akár egy kulcs, egy mágnes kártya, egy proxy kártya is lehet. Ennek is nagyon egyszerű a használata, itt még csak ugye meg sem kell jegyezni egy jelszavat vagy egy PIN kódot, egyszerűen csak magunknál hordozzuk a kis belépésre feljogosító tokenünket vagy kártyánkat. Ez sem természetesen a legelőnyösebb megoldás, mert hogy ezeket meg nagyon könnyen el lehet tulajdonítani. És oké, hogyha észrevesszük a hiányát mondjuk a proxy kártyánknak, akkor azt letiltatjuk, kapunk egy újat, és a régivel nem lehet belépni sehová. De ha időben nem vesszük ezt észre, mert mondjuk csak hetente egyszer megyek valahová, ahova ezt használom, és csak egy hét múlva veszem észre, hogy nincsen meg, akkor már itt is megtörtént a probléma, az alatt az hét alatt az megy be, aki nem sajnálja alapvetően. És ugye ezeknek a birtoklás alapú azonosító módszereknek több verziója is létezik. Itt maga az eszköz, ami különböző. Léteznek passzív eszközök, amikben nincsen elem vagy más energiaforrás, hanem a szükséges energiát igazából az elektromágneses térből gyűjti össze magának. Ezek, mint ezek például. Vannak írható, olvasható aktív eszközök. Ezek pedig egy kódolt jelet adnak vissza magának az olvasónak, és ezt vetik össze az azonosításhoz. Valamint vannak ezek az intelligens eszközök, amik pedig igazából egy ilyen kombinációja a birtoklás alapúnak és a tudás alapúnak, ugyanis ez kiír egy kis kódot, és még magunkkal is kell vinni ahhoz, hogy be tudjunk lépni valahová, mert hogy ez ilyen időzáras, különböző időközönként változik rajta ez a kis kód, amit meg kell adnunk a belépéshez. Illetve ugye a biometrikus azonosítás, ami a szeminárium témája. Ez két görög eredeti kifejezésből adódott össze, a bioszból, mint életből, illetve a metrein, mint megmér szavakból. Vagyis ugye ez az ember fizikai paramétereknek a mérését jelenti. Ezeket alapvetően két klasszikus nagy csoportba szokták osztani. Vannak a biológiai és a viselkedésbeli paraméterek, ezeket itt láthatjuk. A különböző biometrikus azonosításra használt adatok milyen csoportba tartoznak.
igazából ezek közül, amelyik egyértelmű és értékelhető eredménnyel jár, az mind a biológiai alapú. Nyilván a mi viselkedés, mint aláírás, mint a hangazonosítás, a járás, mozgás, ezeket az ember akár saját magának is meg tudja változtatni, vagy hát így tudja módosítani, illetve sokkal könnyebben ugye másolhatóak, tehát azért egy aláírást is lehet másolni, valakinek a járását is lehet utánozni természetesen, viszont a biológiai alapúnál már ez egy kicsit nehezebb téma, úgyhogy inkább ezeket szoktuk preferálni. Van különbség a személy azonosítás és a személy igazolás között. Ez leginkább abban mutatkozik meg, hogy maga a személy azonosítás az egyes sokhoz kereséssel szokott zajlani. Gyakorlatilag felveszik ugye a biometrikus mintákat összehasonlításra, és a teljes adatbázisban már előzőleg felvett mintákkal hasonlítják össze. Ez az egy az ENHEZ azonosítási módszer. A személyigazolás pedig ennek ugye az egy az egyhez verziója, ami pedig azt jelenti, hogy egy korábban rögzített mintát hasonlítanak össze az újonnan felvett mintával, tehát csak azt nézik meg, hogy a korábbi és a jelenlegi minta azonos-e. Ez maga úgy néz ki ez a módszer, hogy alapvetően felvesznek jellemzőket, ez legyen akár egy új nyomat, vagy egy iris minta, bármi, ezeket digitalizálják és tárolják a későbbi összehasonlítás érdekében. Majd amikor én legközelebb jövök mondjuk, akkor újfent felveszik ezeket a mintákat, ugyanúgy digitalizálják és aztán összehasonlítják, és a két mintának az összehasonlításából adódóan kapok belépést, avagy sem. Ezt magát a módszert mintaillesztési eljárásnak hívják, ezt érdemes szerintem tudni mindenkinek. Adatvédelem. Ugye itt nem átadható adatokról beszélünk, nem tudom odaadni másnak akár az új nyomatomat, vagy a hangomat. És sem ellopni, sem elveszteni nem tudjuk, úgyhogy igazából ez egy nagyon nagy előny szerintem a biometrikus azonosítás mellett. Viszont ezek az adatok, ezek kifejezetten szenzitívek. Egy új nyomatról, vagy egy iris mintáról, ezeknél jobban semmi nem azonosít egy szemét igazából, és ezek alapján ezek a minták teljes mértékig személyes adatnak minősülnek, és nagyon fontos itt azt kifejezni, hogy ezeknek az adatoknak a levétele, rögzítése, tárolása teljesen speciális technikákkal történik. Magát a levett képeket nem tárolják közvetlenül ezek az eszközök, hanem ezekből egy mentett adatot tárolnak, és ezeket nem lehet visszaállítani az eredeti képé. Szóval, ha most én fele is nézek valamelyik eszközben, nem látom úgy az új nyomatomat, csak egy abból lefejtett adathalmazt, amit nem tudok visszaállítani. A három legfontosabb mutató, amivel ezeknek ezeket a rendszereket tudjuk jellemezni, az egyik az FAR. Ez egy téves elfogadási arány. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag hány százalékban ismert fel az eszköz jogosultként egy nem jogosult személyt. Ennek a kicsit fordítottja az FRR, ez a téves visszautasítási hányad. Ez pedig azt jelenti, hogy hányszor ismer fel, milyen arányban ismer fel az eszköz jogosult talanként egy alapból jogosult ember, bocsánat. Illetve van még ez az FTER, ez az adatfelvételi hiba, ez pedig annak az aránya, hogy hányszor nem sikerül értelmezhető mintát felvenni az eszköznek. Amit ott középen látnak, ez a CER, ez pedig egy hiba arány, gyakorlatilag ez minél alacsonyabban helyezkedik el, annál pontosabb a rendszerünk. Itt láthatunk néhány biometrikus rendszernek az FAR mutatóit. Ebből nagyon szépen lehet látni szerintem, hogy a hangazonosítás, mint ugye viselkedési, viselkedés alapú módszer,
annak 500 az 1-hez az FAR mutatója. Ez azt jelenti, hogy megközelítőleg minden 500. próbálkozásra be fog engedni egy nem jogosult személyt jogosultként. Itt ugye, ahogy mondtam, a hang utánzás is nyilván erre közrejátszhat. Az arcfelismerés már ennél jobb, a kézgeometria még jobb, és mint látjuk, az új nyomatot utolsó előtti helyen szerepel a legjobbak listáján, annak már azért elég magas ez az FAR mutatója, de az iris és a retina alapú azonosítás a legeslegmegbízhatóbb. Azoknak már azért rettentően magas ez az aránya, a legkevesebb esély van arra, hogy valaha is jogosulatlan, jogosultként fog beállni a rendszerünk, ha ezt használjuk. Ebből adódóan nyilván olyan magas biztonságú helyeken fogják ezt alkalmazni, ahol ezt megkövetelik, gondolom, ilyen katonai intézményekre, ilyesmire. Igazából a leggyakrabban alkalmazott eljárások a DNS. Na most ezt nem átlag emberek szokták ugye használni, hanem itt akár itt a rendőrségre gondolok, mert azért ez nem egy túl egyszerű módszer. Az arcfelismerés, az új nyomat azok szerintem jobban elterjedtek. A kézgeometria is mondhatni, hogy az érhálózat, iris, retina pedig hátul kullognak, pont abból adódóan, hogy egyrészt drágák és másrészt meg egy kicsit azért bonyolultabb a használatuk. Gyakorlatilag viszont a többit az tényleg rengeteg helyen, ha belegondolunk, hogy a telefonunkon már új nyomat azonosítóval tudunk fizetni, vagy nem is tudom, hogy azt hiszem, hogy az FTC-nek a Grupa Marinában van kézgeometria alapú beléptetés, de nem vagyok focis, bocsánat, úgyhogy nem vagyok biztos, hogy az az a hely. Okay. És a hatékonysága ugye ezek alapján úgy látható, hogy sokkal magasabban működnek, mint az eddig alkalmazott tudás, vagy birtoklás alapú rendszerek. Igazából itt az a lényeg, hogy se elfelejteni, se elhagyni, se ellopni nem tudják a dolgainkat, és se átadni nem tudjuk, meg hát ez mindig kéznél van, gyakorlatilag bármikor tudjuk használni. Ezen felül ugye a mobilitást is érdemes megemlítenünk. Amit az előbb is említettem, hogy ugye a mobilunkban is már benne van az új nyomat azonosító, de már ugye egyes típusokban az arcazonosító is benne van, illetve hát azért léteznek már alapból mobil beléptető eszközök is. Találkoztam már olyannal, ami alig nagyobb egy mobiltelefonnál, és abszolút aksival működik, hozhatom, vihetem magammal, és ugyanúgy arcazonosításra és új nyomat azonosításra alkalmas, és kifejezetten olyan esetekben használják, hogyha például kap egy tűzjelzést egy épület, és megvan az adatbázis az ott dolgozókról, akkor szépen viszem magammal, ugye a menekülési útvonalaknak a kijáratához szépen odállok, és nézem, hogy amúgy mindenki kiérkezette, illetve látom azt is, hogy ki az, aki esetleg bent rekedt, hogy kit kell keresni. Ez szerintem egy tök jó dolog alapvetően, és hogyha ez más rendszerekkel is össze van kötve, akkor még ugye azt is meg tudja mondani, hogy utoljára hol tartózkodott az a személy, aki mondjuk nem jutott ki. Tényleg gyakorlatilag így a végtelenségig lehet ezeket fejleszteni, de azért a legelterjedtebb még mindig szerintem a mobiltelefonra jövőmet telepakoltuk biometrikus azonosítási rendszerekkel. Az időtényező gyakorlatilag nagyon rövid idő alatt meg lehet ezeket csinálni. Pár másodperc felvenni egy mintát és beregisztrálni, majd újra nagyon kevés idő, amíg ezt az azonosítást is le tudjuk játszani. Én ezt nem emelném ki külön a biometrikus azonosítás sajátosságának, mert azért egy proxy kártyás beléptetés is elvileg meg kéne, hogy történjen pár másodperc alatt. De ez azért a megbízhatóság szempontjával, ha még az időtényezőt összevesszük, azokkal ez egy ilyen nagyon magas fokú használatot tud eredményezni, azt gondolom.
költséghatékonyság, ezt meg igazából ahogy értelmezzük, mert nyilván egy ilyen biometrikus beléptető eszköz valami drága tud lenni, de tényleg, szóval főleg, hogyha jó minőségű, megbízhatót szeretne az ember, akkor igenis bele kell fektetni, és az elején valószínűleg rohadt drága lesz. Ellenben, ha belevesszük azokat, hogy mondjuk egy cégnél a beléptetésre alkalmazzuk ezeket, elmennek dolgozók, jönnek takarítók, mennek takarítók, elvesztik a kártyájukat, új kártya kell letiltani a régieket. Ez ugye egy ilyen a fluktuációból adódóan, ez azért olyan plusz költségeket okozhat mondjuk egy birtoklás alapú azonosításnak, amit eleinte nem feltétlenül számol bele az ember. És a biometrikus azonosításnál ugye megvan az az előny, hogy nem kell egyéb plusz eszközöket vásárolni a jövőben, hogyha ilyen történik, mert nincs szükség semmi azonosításra használt fizikai eszközre. Itt magát az elején kell akkor befektetni a jó eszközökbe, és onnantól kezdve egy idő után vissza fog térülni ennek a ráfordítása azáltal, hogy nem veszünk tokeneket mondjuk 5 évig, mert nincs rá szükség. Egyszerűen csak letiltjuk az adott új nyomatokat, vagy arcokat, és felregisztráljuk az újakat. Nincsenek ilyen rejtett költségek benne, hogy mondjam. Hát egy kicsit lehet, hogy elkezdtem hadarni, úgyhogy nagyon gyorsan az elejére ért, vagy a végére értünk az első résznek. 10 perc szünetet tartunk, és akkor belevágunk a durvább részébe. A különböző módszerekről szeretnék egy kicsit bővebben beszélni. Szóval korábban már ugye említettem a DNS alapú azonosítást. Ezek baromi drága eszközök. Ehhez mértem, mert nagyon könnyen lehet mintát szerezni hozzájuk, el lehet őket lopni, meg az alkalmazás is körülményes. Itt egy ilyen nagyon szép mondat, nagyon megfogalmazza, gyakorlatilag alkalmazhatatlan, elméletileg a legbiztonságosabb módszer. Illetve itt még azt kell megemlítenem, hogy ugye az élőlények genomjában nagyon sok az általános rész, gyakorlatilag egy csimpánz és egy ember 98%-ban azonos. És ez a fajta azonosítási módszer baromi nagy szakértelmet, illetve nagyon drága eszközöket és laborfelszereléseket igényel. Teljesen költséges és igényes. Nem ez a legelterjedtebb így az általános használatban. Ráadásul a feldolgozási sebessége is elég lassú, megközelítőleg 100 mintát tudnak berendezésenként feldolgozni egy nap alatt, ami azért nem olyan hatalmas nagy hatékonyság. Ez a díjás. Ennek van egy ilyen alternatív változata, ez a DNS chip. Gyakorlatilag előre szintetizált DNS molekulákkal reagáltatják a vizsgálandó géneket. Ezek viszont még drágábbak, mint egy sima DNS azonosításra alkalmas eszköz. Van még az arcfelismerésünk is. Az arcnak a geometriáját nézik gyakorlatilag szoftveresen ezek az eszközök, és azt hasonlítják össze egy már előre letárolt képpen. Ennek van egy nagy előnye, hogy nem igényel semmilyen fizikai kontaktust az ellenőrzendő személlyel. Itt legfőképpen ugye a szem, száj, az orr, amiket figyelnek, és ezeket vetik össze. Van ennek egy minta alapúja, amikor kifejezetten magát a képet hasonlítják össze, illetve van egy geometriai módszer is, ahol pedig a különböző pontok egymáshoz viszonyított helyzetét figyelik meg, ilyen például a jobb és bal szem két külső pontja figyelnek, az orrcimpa két legszélső pontja, vagy a szájnak a középpontja, illetve akár még az állat is nézik, így az állcsúcsot, esetleg a szemöldököt, bár az nem túl reális, illetve még a fülcimpák alsó pontjait.
és ezeket az egymáshoz viszonyított pixel arányokat szokták nézni. Nyilván az ember szemét kicsit nehezen rakja mondjuk odébb, vagy az orrát, úgyhogy ez már egy fokkal talán megbízhatóbb módszer. Illetve most jön az új nyom, új lenyomat, új nyom. Új nyomat, új lenyomat és új nyom. Ezeket nagyon gyakran tévesen, vagy hát összetévesztik. Rengeteg helyen az új nyomat helyett új lenyomatot használnak. Igazából mi is ezt használjuk itt az eszközeink leírásában, mert ez a jobban elterjedt, és kaptunk már olyan kritikát, hogy de hát ez nem új nyomatolvasó, hanem új lenyomatolvasó, de nem. Az új lenyomat, amit a rendőrségen használnak például, amikor a teljes ujjat átforgatják és úgy veszik le a mintát, amit beléptetésnél használunk, az az új nyomat, amikor csak oda helyezzük az ujjunkat, és ezt a felületét nézi a rendszer. Illetve van még az új nyom, amikor valamit mondjuk megfogunk, és csak az új nyomatunk egy része maradott, ezek nem teljesen használhatók azonosításra, illetve hát ugye csak az új nyomat és az új lenyomat, ami használható, de az új lenyomatot, mint mondtam, azt inkább ugye rendőrségen használják ezzel az átforgatásos módszerrel. Beléptetőknél, azonosításnál az új nyomatot használjuk. Ezt szerintem érdemes megjegyezni, és nagyon jókat szoktam derülni, amikor mindenhol rosszul használják ezeket a szavakat. Illetve ami még fontos, hogy oké, hogy vannak ezek az új nyomat, új lenyomatok, új nyomok, de nyilván ezeket lehet másolni, hogyha úgy nézzük. Tényleg, amit a rendőrök is ugye leveszik az új nyomokat a helyszínről, és a filmekben is rengetegszer látja az ember, hogy kis ragasztószalaggal, kicsit beporozva le lehet venni a mintákat. Viszont azért már a legtöbb eszközben létezik élő mintafelismerés, ami azt jelenti, hogy akár az újnak a nedvesség tartalmát figyeli, nem lehet mondjuk egy gumikesztyűvel átverni, ilyesmikre gondolok. Valamilyen szinten persze minden eszköz kijátszható, de annyira nem egyszerűen, mint ahogy ezt a filmekben mutatják. Az új nyomat azonosítás esetében az újon lévő barázdákat szokták figyelni. Mindenki, ha úgy nagyon jól megnézegeti az ujját, akkor láthatja ezeket a fodorszálakat. Ennek három mintát alkotnak alapvetően: a boltozatot, a hurkot és az örvényt. Ezek a legelterjedtebbek, vagy hát ezek vannak, és ezek közül a nagy része az új nyomatoknak hurok szokott lenni, ez a középső minta, amit láthatnak. Az új nyomatok negyede megközelítőleg örvény, ami itt az utolsó látható, és minden ötvenedik boltozatot az első képen lehet megtekinteni. Ezek az alapjai, és ezeken belül úgynevezett minúcia pontokat keresnek ezek az eszközök. Ezek olyan sajátossági pontok, ami mindenkinek máshol helyezkednek el. Ezek így a fodorszálak végénben helyezkednek el. Általában meg lehet adni ezeknél az eszközöknél, hogy hány ilyen sajátossági ponttól tekinthető két minta teljesen megegyezőnek. Hát ezt legalább 5-re szokták mondani. Ha 5 teljesen azonos helyen lévő minúcia pont egyezik, akkor az már azonosítható. Illetve itt van egy pár minta rá, hogy mik is ezek a minúcia pontok. Ezeket is szépen meg lehet nézni. Nem feltétlenül ezeket már egy szabad szemmel látja az ember, de egy kicsit felnagyítva tök jól meg lehet őket nézegetni akár a saját új nyomatunkban is, és tényleg teljesen egyediek. Itt nyilván az a lényeg, hogy minél több ilyen minúcia pontot állítunk be a megegyezésre, annál pontosabb lesz maga az eljárás, mert az viszont nagy számú törvény alapján is simán előfordulhat, hogy mondjuk 40 minúcia pontból 5 megegyezik valakinek, a többi meg nem. És ha most mi pont ezt az 5-öt szúrjuk ki, akkor onnantól kezdve mondhatjuk, hogy azonos a két új nyomat, pedig nem. Ezennek a megállapítására
több típusú képfelvétel létezik. Vannak az optikai és a nem optikai elvű fújnyomatú olvasók. Az optikai elvűeknél, amiket ki kell emelni, ez a totál reflexiós, a holografikus és a diffrakciós és a diffra közvetlen chip szenzoros. A totál reflexiós esetében magát, ugye ezt az újat, amit szeretnénk megvizsgálni, egy prizma felületére helyezzük, megvilágítjuk, és abból adódóan fog leképezni egy képet nekünk az eszközünk. Ennek ott van lent a működési elve a bal oldalon. A holografikus egészen hasonló. Igazából ez torzításmentes, egy picit kontrasztos és nagyobb szenzorral működik. A diffrakciós az prizma helyett egy Fresnel lencsét használ. Itt maga az eszköz mérete is kisebb lesz ebből adódóan. A chip szenzoros pedig egyből a szenzor felületére fogjuk helyezni magát az újat, és így fogja feldolgozni az információt. Ez is torzításmentes, és ez is egy elég kis méretű eszközre van. A legtöbb eszköznél amúgy csak azt szokták feltüntetni, hogy optikai elven működik-e vagy sem. Itt van egy pár nem optikai elvű eszköz is. A kapacitív, a rádiófrekvenciás, az ultrahangos, a nyomásérzékeléses, a vonalszkenneres és az elmezős olvasókról van itt szó. Igazából ennek is mindnek más ugye a működési elve. A kapacitív például a szenzor felületére helyezett újnál ugye eltérő kapacitást mutat a fodorszálaknál, itt ezeknél a barázdáknál és a völgyeknél, és ebből olvassa le a képet. A rádiófrekvenciásnál ugye magát rádiófrekvenciás jellet juttatnak az újra, és annak ugye az antennaként visszasugárzását olvassák le. Az ultrahangosnál ultrahangot sugároznak magára az újra, és a visszaverődő hullámokból olvassák ki a fodorszálaknak és a meridiánpontoknak a helyzetét. A nyomásérzékelés és meg egy ilyen piezoelektromos nyomásérzékelés és mátrixra helyezzük rá az ujjunkat, és az érzékeli az ujjon azokat a apró egyenetlenségeket, amiből képet alkotnak. A vonalszkennerek azok nem a képfelvétel pillanatában, hanem így a lehúzása alatt csinálják meg magát ezt a képet. Az elmező pedig egy elektromos mezőt alakítanak ki az ujj és a vele kapcsolatba kerülő félvezető körül, és egy ilyen antenna segítségével mérik a bőr elektromos mezejét, úgy képezik le a vizsgálandó képet. Ennek az utóbbinak mondjuk előnye, hogy aki olyan helyen dolgozik, hogy nagyon koszos lesz mondjuk a keze, vagy nem is tudom, nagyon ki van száradva, akkor is teljesen jól használható, viszont nem túl jó felbontású maga a kép, amit leképez ez az eszköz. A kézgeometria, amit már említettem, hogy nem tudom, nem jövőre biztos, hogy melyik stadionban van, de van. A kéznek ugye ezeket a geometriai sajátosságait vizsgálja, ugye az ujjak hosszúságát, szélességét, a kézfejnek a szélességét, illetve méretarányokat. Ennek baromi nagy hátránya mondjuk az, hogyha valakinek ízületi gyulladása van, vagy nagyon lefogy, esetleg műtötték valami jobból a kezét, akkor az már ugye nem ugyanazt a geometriát fogja mutatni, mint az eredetileg letárolt eszköz. Arról már ne is beszél, ha valaki véletlenül levágja az egyik ujját, az is erősen más mintát tud akkor kihozni. És alapvetően ez egy elég gyors és pontos módszer, maga a pontossága is elég magas, ha egy kicsit visszaemlékezünk ott az FAR táblázatra, akkor ez már olyan középtájon szerepelt, úgyhogy viszonylag megbízhatónak mondható. Ennek két különböző típusát szeretném egy kicsit bemutatni. Az egyik, amikor pozícionáló tüskékkel történik maga az azonosítás. Gyakorlatilag magában az eszközben lesznek ilyen kis kiálló tüskék,
és így tudjuk, hogy hova kell pontosan behelyezni a kezünket ahhoz, hogy normálisan tudjon azonosítani. 14 ilyen tengelyt vesz fel maga az eszköz, a hüvelykúj és a kisúj esetében egyet-egyet, a többinél két pozícióban, és ezeket a tengelyeket fogja összehasonlítani nekünk az eredetileg letárolt képpel majd az eszköz. És van olyan, ami nem használ pozícionáló tüskéket, ezek megközelítőleg olyan 30 azonosítási értéket vesznek fel. Mint láthatjuk, ott az 1, 2, 3, 4, 5, mint az ujjak hossza, az ujjak szélessége a tövénél, ott a 6, 7, 8, 9, 10, illetve itt még néz ilyen beírt köröket is, ugye az ujjakon felül és alul, azokat ott pirossal, illetve ilyen furakékkel láthatjuk, illetve nézi még az ujjak kerületének hosszúságát, amik ott zölddel vannak jelölve, illetve az ujjak területét, illetve a tenyérbe írható körsugarát. Ehhez nem kell, hogy ugye ugyanabban az azonos pozícióban tartsuk a kezünket, mert ezek amúgy is alapvetően ugyanakkorák lesznek, nem kell, nem a tengelyeket fogja összehasonlítani. Illetve a tenyérrel kapcsolatban van még itt ilyen érhálózat azonosítás is. Ez működhet akár teljes tenyérre, vagy akár csak ujjakra. Itt infravörös fényjel világítják meg az azonosításra szánt felületet, és a kötött formában lévő oxigéntus hemoglobin az teljesen máshogy fogja visszaverni, és jobban nyeli el a fényt, mint a dezoxidált hemoglobin, és ebből kifolyólag lesznek ilyen zombi kézre hasonlító képek létrejönni, és ezeknek a helyzetét hasonlítja össze a letárolt mintával, ahol az elnyelések vannak, ott vannak a sötét képek, bocsánat, a sötét vonalak. Igazából, ha jól tudom, ez is egy elég megbízható rendszer, mert ezek az ereknek az elhelyezkedése sem nagyon változik így az ember élete során, csak ritkábban alkalmazzák mondjuk ezeket a módszereket. Az íriszt azonosítás ott az FR táblázatban láthatóan a legmegbízhatóbb volt, ennek volt ugye a legjobb arány az FR-ek közül. Magát a szivárványhártyát, azaz az íriszt vizsgáljuk. Ugye mindenkinek más színű a szeme, ez a benne lévő színezőanyagoktól, a színezőanyag mennyiségétől változik, gyakorlatilag minél kevesebb, annál kékebb az embernek a szeme, minél több, annál barnább. Ezen felül az íriszt az így sokkal több rétegből áll, mint ahogy így gondoljuk, és nem csak a szín a fontos, hanem itt ezen a képen egy kicsit talán jobban látható, hogy mindenféle ilyen kiemelkedések, mélyedések vannak benne, illetve több más ezeknek a formájuk is alapvetően. Gyakorlatilag még ezeken belül is változhat a színe az írisznek. Maga a szivárványhártya az már az embrionális élet harmadik hónapjában elkezd kifejlődni. Az első egy évben kialakul ez a teljesen egyedi mintázata, és ezek semmilyen genetikai faktorhoz nem köthetőek, ez teljes mértékben tök egyedi minden egyes személy esetében. Annyira, hogy még az ikerpároknak sem egyezik meg abszolút az íriszük, sőt a saját szemünknél a jobb és a bal is teljesen különböző. Illetve ami fontos, hogy ez nem is változik az ember élete során, abszolút. Mi magunk nem tudjuk módosítani, illetve beavatkozások során sem nagyon módosítják ugye a szivárványhártyáját az embernek. Ezek az eljárások, amik az íriszt vizsgálják, ezek akár ilyen 400 különböző ilyen jellemzőt is tudnak figyelni, mint ahogy az előbb mondtam, ezeket az árkokat, völgyeket,
a színt, a mintázatot. Jelentősen kisebb ugye a tévedésnek a lehetősége, illetve az élő minta felismerés ezeknél is működik, mivel a szem esetében meg a pupilla reflexeket tudjuk figyelni, akár egy kis fénnyel. Úgyhogy nem is tudom, melyik filmben volt, vagy a Angyalok és Démonok, vagy a Da Vinci Kódjában kikapták az embert a szemgolyóját, és azzal mentek be a védett területre. Na, ott valószínűleg nem volt élő minta felismerés, mert hogy ez alapvetően nem így működik. Magát az azonosítást azt úgy szokták elvégezni, hogy egy infravörös fénnyel megvilágítják a szemet. Itt a színt azt nem szokták figyelni, csak a mintázatot alapvetően. Hát igen, alapvetően ez működik. Bocsánat. Még itt annyit akartam, hogy a kutatások szerint a 10 a 70. nagyságrendjébe esik az, hogy két iris megegyezzen, és itt hozzá kell tenni, hogy a föld teljes népességben 10/10 nagyságrendbe tartozik, úgyhogy tényleg valami kicsi az esélye annak, hogy két iris megegyezzen akármilyen szinten is. Még annyit szerettem volna hozzátenni, hogy nem csak a szivárvány hártyát vizsgálják, annak a geometriai elemeit, hanem az erezetet is. Ugye ehhez nagyon közelről készítenek alapvetően egy felvételt, meghatározzák magának az irisznek a körvonalát, illetve a pupillának a körvonalát, kiszűrik belőle ugye a visszatükröződéseket, a szempillákat, úgyhogy ez egy elég bonyolult módszer alapvetően, nem is a legolcsóbb. Két módszer van ezekre általában, egy aktív és egy passzív. Az aktívnál magának a felhasználónak a közreműködésére is szükség van, oda kell tartani a fejét az embernek, nagyra kell kinyitnia a szemét, türelmesen várni kell, érdemes nem belepislogni a képkészítés folyamatában. A passzív módszer talán egy kicsit egyszerűbb megoldás. Ott alapvetően egy nagy látószögű kamerával dolgoznak, az csinál egy képet, ott felmérik ugye a szemeknek a helyzetét, egy másik kamerával azokra ráfókuszálnak, és maga ez a másik kamera végzi a ráolvasást. Ez már akár ilyen 30-50 centi távolságra is működhet, nyilván olyan berendezés is kell hozzá. Itt is 2-10 másodpercen belül simán megcsinálják a mintavételezést. Hát ezek alapján nyilván a passzív módszert azt sokkal jobban tudják értékelni az emberek, lévén, hogy nem olyan kényelmetlen, hogy ott kell tartani a fejünket, meg egyenesen, meg belevillognak, meg stb. Magának az iris azonosításnak akármennyire is, ez egy tök jó módszer szerintem, és akármennyire is megbízható, ez a legkevésbé elfogadottabb a társadalom szerint, pont ezekből kifolyólag, hogy nagyon körülményes a használata, mert hát nagyon félnek az emberek attól, hogy azért ennek vannak higiéniai, meg egészségügyi hátulütői, hogyha az ember szemét odahelyezi, ahova előtte már, nem tudom, 20-30 ember odahelyezte, ki tudja, kinek milyen gyulladás, vagy bármi problémája van. És nyilván van ez a faktor is benne, de nem véletlenül alkalmazzák ezeket tényleg a nagy biztonságú rendszereknél, és mondjuk nem egy céges beléptető jön át, ahol 100 ember halad át. Az viszont nagyon fontos, hogy maga a leolvasás ezeknek a higiéniai, egészségügyi veszélyek kell összehasonlítva. Maga a leolvasás az viszont tényleg nem ártalmas a szemre, az már más kérdés, hogy előtte ki volt ott, a folyamat maga, hogy megvilágítják, vagy leolvassák az iriszt, az abszolút veszélytelen teljes mértékben. Ezen kívül van még a retina azonosítás is. Ez is ugyanúgy egy nagyon magas pontossággal dolgozik, de valami agresszív módszer is. Talán még ez még kevésbé elfogadottabb, mint az iris azonosítás.
ugyanis ezt a szemfenéki érhálózatot vizsgálják alapvetően. Itt is infravörös fénnyel világítják meg ugye a szemet és a hátsó ereket nézik. Ez ugyanolyan módszerrel működik nagyjából, mint a kézerezett vizsgálat, hogy ugye egyes erek máshogy nyelik el a fényt, és ebből kifolyólag ugyanúgy ilyen kis sötét vonalakat fogunk látni. Ezeket is inkább ilyen katonai, meg akár pénzintézetekben használják, ahol tényleg egy olyan magas fokú biztonságra van szükség, ahol nem elég mondjuk egy újnyomat azonosító. Ennek is azért valami kényelmetlen a használata. Itt is ugyanúgy ugye felléphetnek ezek az egészségügyi problémák, mint fertőzés, veszély. Illetve ennek van még egy nagy hátránya, hogy például egy cukorbetegség az módosíthatja valamilyen szinten az érhálózatunkat, és akkor már nem teljesen lesz olyan szinten megbízható. Úgyhogy én abszolút inkább az iris azonosítást preferálom. Van még a hanganalízis, erről csak egy pár szót szeretnék mondani, mert ugye ezt beszéltem korábban is, hogy ez már viselkedés alapú. Ezt azért szeretik, mert abszolút semmiféle fizikai kontaktusra ugye nincsen szükség, meg hát nagyon kényelmes is. Viszont gyakorlatilag a háttérzaj, az, hogy valakinek elmegy a hangja, vagy valaki lejátszik egy korábban felvett felvételt, ez mind egy ilyen biztonsági... Tehát mind problémát okozhat az azonosításnál, meg hát azért tényleg vannak olyan emberek, akik tökről tudják mások hangját utánozni, és ez nem a legmegbízhatóbb rendszerek között szerepel. Leginkább amúgy ezt ilyen mondjuk munkanyagi jelentartásra használják, nagyon ritka esetekben, mert azért ott nem olyan adatokhoz fér hozzá mondjuk az ember, amit annyira nagyon okos lenne. Ez sem a legjobb megoldás, de erre még azt mondom, hogy elfogadható. Itt a maga az eredeti minta felvételénél érdemes arra figyelni, hogy egy olyan helyiségben vegyék mondjuk fel alapból a hangokat, ahol azért ugye elszeparálják, hogy ne legyen sok háttérzaj, mondjuk meg egy tiszta mintát tudjanak felvenni. Igazából ennek a legjobb alkalmazási módszere, ha jól tudom, akkor vannak ilyen katonai fejlesztések, mint például a szonárok, ugye, amiket víz alatt használnak, ott tök jó, de nem tudom elképzelni azt, hogy valaki a cégéhez mondjuk egy hang alapú beléptető rendszert feltelepítsen, mint beléptető, szóval így nem, valahogy ezek nem olyan, nem. Van még maga az arcfőtérkép is, ezt infrakamerával készítik, és ami szerintem ennek az érdekessége, hogy teljes mértékben független a kortól, az egészségi állapottól, a testhőmérsékletétől is, még ha valaki beteg, vagy ilyesmi, az arányok, akkor is ugyanazok maradnak. Szóval ez is egy nem annyira befolyásolható módszer, és ugyanúgy, mint az iris esetében, ikreknek is teljesen több különböző az arcfő térképük. Ez ilyen érdekes dolog, én azt gondolom, nem tudom, hogy valaki egy kicsit felhevítéssel vagy hűtéssel próbáltál már kijátszani. Ez sem azért egy nagyon elterjedt módszer, azt gondolom, de érdekesnek érdekes. Itt van még tenyérlenyomat azonosításunk. Ez ugyanúgy ilyen fodorszálakkal működik mondjuk, mint az új lenyomat esetében. Amikor a rendőrség kivonul valahová egy büntet helyszínére és felveszi az ott található nyomokat, annak a kétharmada új nyom szokott lenni, a harmada viszont tenyérlenyomat, úgyhogy nagyon is használható ilyen formában azonosításra. Ugyanúgy vannak fodorszálak a teljes tenyerünkön, mint ahogy az ujjainkon is. Illetve van ez a három fővonalunk, amit biztos ilyen
jóságban már hallott az ember, vagy van a szívvonalunk, a fejvonalunk és az életvonalunk. A DTC a szívvonal, amit most nem is tudom hova mutat, de az a felső, ez. Akkor van a PTC, az a fejvonalunk, ami odébb található, illetve az életvonalunk, az pedig az LRC. És ezeket is használják például azonosításra, mert ezek is tök egyedi módon helyezkednek el mindenkinek a tenyerén. Illetve a fővonal alapú mellett használják még alapból ezeket a fodorszárszegy azonosításokat, ami tök ugyanaz ugye, mint az új nyomatnál. Itt viszont azt figyelembe kell venni, hogy az ember, ahogy használja a kezét, ugye ez nehezíti ezeknek a pontos meghatározását, mert azért különböző ráncok, gyűrődések fognak még pluszba kialakulni, ha valaki sokszor ugyanazokat a mozgásokat végzi ugye a kezével. Úgyhogy itt egy kicsit nagyobb a tévedési arány, mint az ujjnyomatok esetében. Illetve még van ilyen szövetmintázat alapú azonosítása is, ez pedig igazából egy meghatározott részén a tenyérnek ott figyelik meg a mintázatot, és ha megadott részeknek a mintázata megegyezik, akkor már lehet egy értelmes viszonyítást kihozni belőle, meg véleményt alkotni az azonossággal. Ezek sem azért egy olyan nagyon-nagyon-nagyon elterjedt módszerek. Hát igen, igazából az új nyomat talán az, amit a legeslegtöbben használnak. Ebből van a legtöbb hozzáférhető eszköz is, talán ennek a legfájdalommentesebb a használata így a társadalom számára, meg ez már tényleg mindenhol van. Igazából azt hiszem, Dél-Kelet-Ázsiában egy-egy országban van például olyan is, hogy a bankautomaták ujjnyomatazonosítással működnek. Ez is egy tök jó dolog, mert azért most benne van az emberekben, hogy a bankák is alapvetően ilyen birtoklás alapú azonosítási módszer, meg még mellé ugye van a tudás alapú, de most vannak ezek a PayPass-os kártyák, most ezt elveszti az ember, akkor még 5000-esével le tudják húzni a pénzt, úgy észre nem veszi, hogy eltűnt a bankkártyája, de ha új nyomattal vesz le pénzt valaki, vagy azzal fizet, hát ezt minden nem veszti el. Úgyhogy én mindenképp azt gondolom, hogy azért ez a biometrikus azonosítás a jövő igazából. Nekünk is vannak itt a maszkónál különböző biometrikus eszközeink. Mint tudjuk, vannak a szuprémáink, aminek a disztribútorai vagyunk alapvetően, illetve a szoliszeknek vannak különböző eszközeink. Vannak különböző kombinált eszközeink is, amik újnyomat azonosításra és kártyaolvasásra is alkalmasak. Illetve van olyan, ami csak újnyomatra alkalmas, mondjuk a szuprémának van olyan, ami újnyomat és arcfelismerés is tud, illetve hát ugye van az olyan, hogy ilyen tartó eszközén. Egy pár darabot ide fel is hoztam, meg lehet őket nyugodtan tekinteni, itt is leírás van mindegyik mellett. Ez a kettő, amit most tudatok az esetben, illetve az F5, ez mind a kettő szolisztek járvány. Ezek ilyen kicsit egyszerűbbek önálló működésre, a felső, az alsó hálózati. Illetve van még az F6-osunk, ami pedig egy nagyon kis méretű eszköz, ez itt található itt a jobb oldalon elől. Ez is önálló, a Rogernek, a beléptető rendszerünknek is van biometrikus azonosításra alkalmas eszköze, ez az LFT-1000-es. Ez csak új nyomat azonosításra alkalmas. Sajnos a Roger kínálatában jelenleg ez az egyetlen, ami biometrikus alapú beléptetésre működik. Illetve, ahogy említettem, a Supremának viszont rengeteg verziója létezik. Kültéri, beltéri, itt is ahogy látjuk az összesnél ott van, hogy optikai elven működik. Valamelyik kártyaolvasós, valamelyik kódtasztatúrás, kinek melyik az, ami abszolút szimpatikusabb. Van kis asztali újnyomatolvasó is. Hát amúgy ilyenek
féle ár is létezik. Én láttam már U8 olvasós egeret is számítógéphez, hogy nem jelszót kér, hogy a gép, hanem U8 olvasóval lehet belépni. Illetve vannak még ezek a munkaidő nyilvántartó kicsit nagyobb terminálok. Ebben is van ugye U8-olvasós, meg van olyan, ami arcfelismerősként működik. Például az a nagyobb verzió, azok már arcfelismerősök. Illetve itt is ugye működik nyilván a kártyaolvasás is. Illetve még két eszköz, a FaceStation-t azt ott látják, a FaceStation-t ott a bal oldalon, ott a hátsó sorban. Nyugodtan amúgy ide lehet jönni és meg lehet nézegetni akár ezeket az eszközöket, illetve ha van valami kérdés, akkor megpróbálok el válaszolni. Az új személyigazolványokhoz van a új lenyomat. Igen. Tehát akkor esetleg elképzelhető, hogy az ott tárolt, meg a pénzintézetnél, és akkor nem kell nekem bankkártya. Ha jól tudom, akkor a személyigazolványnál ott a személyigazolás miatt van benne az új nyomat, és nem egy nagy adatbázissal hasonlítják össze azt, hanem gyakorlatilag az arra jó, hogy megnézik, hogy az valóban az én személyigazolványom, mert a benne tárolt mintát, az én jelenleg felvett mintám, és azt nézik meg, hogy ez a kettő passzol-e. Azt nem tudom, hogy lesz-e valaha ez összefűzve pénzintézetnél használt egyszerűen meg lehetne oldani. Elképzelhető. Itt igazából az a különbség, hogy ugye rengetegféle pénzintézet van, amik nem egy kézben vannak, meg nem államiak. Nem tudom. Elképzelhető, hogy a jövőben lesz ilyen, és ezt szerintem meglátjuk. Vagy hamarosan, vagy nem. Az államkincstárnál lehetne bevezetni. Igen. De például ez a személyigazolványos dolog, ez például a reptereken megtartóan működik. Tehát az ügyfélként ne kell lakcímkártyát egyéb bevinni fölöslegéstel. Persze. Hát ezt el lehet venni mástól is. Még itt van. Igen. F5-höz van más szoftver? Ez nagyon jó kérdés. Ezt megkérdezem, hogy lenne a kollégától, jó? Nem tudom, fogalmam nincsen. Igen. Ez csak arcfelismerés, vagy személyfelismerésre is ott van is. Melyik? Hát az említett eszköznél. Ja, ezek arcfelismerésre, és az arcfelismerésnek a nagy része az leginkább csak munkaidő nyilvántartásra. Használni. Most lehet, hogy rosszul éreztem, arcfelismerőknél csak azt ismerjük fel, hogy ez egy ember. Személyfelismerés nélkül pedig az, hogy kicsoda, kiről beszélek. Ja, értem, igen. Hát elvileg tudja úgy azonosítani magát a személyt. Mert a végén. Nagyon jó.